Mindenki szóval. Bejött? Jó. Nagyon messzire ne menjél, Laci. Jó. Így. Kegytárgyakat vesszük elő. Mennyit válasz be? Megpróbáljuk. Mondd meg, mennyit szedjek. Akkor még fiatalabb voltam a múltkorinál. Ó, megy az neked. Na jó. Na. De csak mert először be kell ülni, azt kiegyensúlyozni. Majd utána, persze. Megy. Na hát akkor, kedves kollégák, kísérleti óránk folytatódik. Most forgó koordináta rendszerben fogunk továbbra is kísérleteket bemutatni. Kocsányi tanár úr már benne ül abban a forgó zsámolyban. Most azt kéne, hogy csak egy kamerával, mert úgyis ott vagyunk. Jó? Az a lényege a dolgoknak, hogy figyeljék meg, hogy ez a szék, ez nagyon jó van csapágyazva a függőleges tengely körül. Éppen ezért, hogy a kísérleténk jól sikerüljenek, ezért megnézzük, hogy ez jól van-e függőleges beállítva, mert ha nem jól van függőleges beállítva, akkor kísérleteink alatt becsapódhatunk. Látják, ha elengedem, Kocsányi tanár úr errefelé fordul. Ez azt jelenti, hogy ezen a részen emelünk egy keveset. Így. Pillanat. Így. Tehát 120 fokonként megállítjuk ezt a részt. Aha. Még egy kicsit emelünk rajta. Aha. Majdnem jó. Jó. Még ezen is kell emelni. Az a helyzet, hogy amint látják, a függőleges tengely körüli csapádgyal azt akarjuk elérni, hogy a tanteremtől izoláljuk el teljes egészében a testet. Jó, még ezt is megnézzük. És akkor a perdülettel fogunk foglalkozni a továbbiakban. Kocsányi tanárnak a kezébe adok két darab súlyzót. Az lesz a feladata, hogy oldalsó középtartásba teszi majd a súlyzókat, és amikor mondom, akkor ezt így behúzza. Jó? Parancsolj, Laci. Így, helyezzük oldalsó középtartásba, megkérlek, nyújts ki a lábadat is, és akkor megforgatjuk a Kocsányi tanár urat ígyni. És az a kérés, hogy most akkor kezét, lábát húzza be, és akkor nézzék meg, hogy hogy fordul, eszmertlenül elkezdett forogni, nem érzed jól magad, Laci, kezed, lábad, nyújts ki, ekkor a fordulatszám lecsökken, most még egyszer húz be, légy szíves, csak azért lássuk, hogy ez a dolog működik, és ha most megint kinyújtod, akkor megállítalak, és meg kérlek, maradj még egy kicsit ülve. Jó, várjál. Na most, ugye megpróbáljuk értelmezni a látottakat. Múltkor nem indult meg ennyi. Megpróbáljuk értelmezni a látottakat. A Kocsányi tanár úr oldalsó középtartásban a súlyzókkal, kinyújtott lábbal indult a kísérlet, és én akkor egy valamekkora szögsebességet, jó, meg a szögsebességet adtam ennek az egész rendszernek, ami ugye áll a székből, az ő hab testéből és a két súlyzóból. Na most az a helyzet, hogy amikor én azt mondtam, hogy húzza be, akkor a kezét is behúzta, és a kezében ott volt az a két nagy súly, együttesen a 15 kiló, a két súly, ugye ezt behúzta, behúzta a lábait is, és ez azt jelenti, hogy a forgástengelyhez egyre közelebb és közelebb hozta az ő tömegpontjait, hogyha őt fölírnánk ilyen tömegpontokból, akkor egy tömegpontok egy része nyugalomban volt, amelyek mozogtak, azok közelebb kerültek. Azt tapasztaltuk, azt érezte, hogy a forgás meggyorsult. Ezt szerintem nem csak mi láttuk, hanem ő is jól érezte. Abban az esetben, hogyha kinyújtotta a kezét, akkor megint csak azt vette észre, hogy az eredeti szögsebességre került vissza, és ahányszor ezt megváltoztatta, mindig a tömegpontoknak a távolságát a
forgásközéppontól, akkor ennek eredményeként a fordulatszáma változott. Azt lehet mondani, hogyha valaki megnézi, hogy milyen képlet szól erről, azt lehet mondani, hogy a tehetetlenségi nyomaték, ami hát majd arról gondolom már volt szó, nem, hogy majd lesz szó, és a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebességnek a szorzata lesz állandó. Ugye ezt perdületnek hívják. Ez valami ahhoz hasonló, mint a lendület, vagy impulzus, ha úgy tetszik, az egyenes vonalú haladó mozgásoknál. Ugye itt a perdület lesz az, ami egy szögsebesség és egy tehetetlenségi nyomaték szorzataként értelmezünk. Azt kell mondjam, hogy a tehetetlenség, tehát a perdülettel kapcsolatosan egy további kísérletet szeretnék megmutatni. A kísérleteinkben továbbra is nagy főszerepet fog kapni, a továbbiakban nagy főszerepet fog kapni ez a biciklikerék. A biciklikerékről annyit kell tudni, hogy valamilyen oknál fog, hogy könnyen fogható legyen, tettünk rá nyeleket, és a gumi az nem keményre van fújva levegővel, hanem ide a gumi köpeny alá kemény acélból drótokat hajlítottak, azért, hogy a tehetetlenségi nyomatéka lehető legnagyobb legyen, tehát nem ide a közepére helyeztük, hanem ide körbe a szélére. Szerintem ezt önök már azért más nem középiskolai tudásukból már kell, hogy valamennyit tudjanak róla. Az a lényege, hogyha ezt megpörgeti az ember, akkor ennek van egy tehetetlenségi nyomatéka, van egy szögsebessége, és a kettő együttesen meghatározza azt a perdületet, amivel bír ez a biciklikerék. Na most ugye, ha vektoriálag nézzük, a szögsebességről tudják, hogy az egy vektor. Tegye fel a kezét, aki nem tudja, hogy a szögsebesség vektor. Jó? Tudják, hogy vektor. Ha megszorozzuk a tehetetlenségi nyomatékkal, ami egy skalár, akkor ebből következik, hogy a skalár szor vektor, akkor az azt jelenti, hogy a vektornak az iránya, irányítottsága marad ugyanaz, a hossza változik, ez világos. Ez azt jelenti, hogy ha az ember ebbe az irányba megpörgeti a biciklikereket, akkor ugye a hüvelykujjamat a tengely irányába állítom, az ujjaim mutatják a forgás irányt, ez azt jelenti, hogy ez a tengely abba az irányba mutató vektort jelent, az az omega, és akkor a perdület is ugyanabba az irányba fog állni. Ez gondolom világos. Na most. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy Kocsányi tanár urat alaphelyzetbe állítjuk, megkérjük, hogy fogja meg a biciklikereket, és ebben az esetben a biciklikerék áll, perdülete nincs, kérlek forgasd el függőlegesbe, hogy megszoktuk, bocsánat, itt valamire ez, igen, jó, pillanatra, valami gubanc van ez, vagy elmozdult, de olyan, mint hogyha az irányba akarna forogni, akartam várják. Mondani, hogy igen, ott az nem volt jó. Igen, itt van ennek nagy szerepe nélkül a kísérletnek. Most már jó, sok is. Most már jó is. Sok, sok, sok. Sok, aha. Nagyon érzékeny erre a... Most lesz jó. Most lesz jó. Jó, tehát akkor az a kérés, megállítom. Ez már nem érdekes. Jó. Ezt is megállítjuk. Akár melyik irányba forgatják Kocsányi tanár úr, nem történik változás. Na most. Én fogom, adok a Kocsányi tanárunknak perdületet, ez a perdület, ez egy viszintes komponensű. Megfogjatom. Így. Légyszeres, forgasd el az egyik irányba. És amint látják, amihez ennek a biciklikeréknek függőleges irányú perdülete lesz, búgó csigázik is. Oké. Amint látják, amerre forgatja, abba be tudja határolni azt, hogy merre felé forogjon a függőleges tengely körül a forgózsámolyunk. Nézzük a másik irányt. Úgy. Figyeljék meg, hogy mindig akkor fog megállni a zsámoly, a függ... Jó, semmi gond, csak a Kocsányi tanárnak a szakomhoz kabátját dörzsöli a biciklikerék. Jó, hát akkor ugye ezt mindenképpen érdemes megnézni. Akkor szép lassan mutatjuk, hogy ebben az esetben, ahogy elindítottuk, akkor a Kocsányi tanár úr kezében levő biciklikeréknek csak vízszintes komponense van. Ha elkezdi függőlegesbe tenni, most ezt megfogom, álljunk meg egy picit, így ebbe a szögbe, akkor ugye ennek van egy vízszintes, meg egy függőleges komponense, ez a függőleges komponens, hogy megjelenik, ettől kezd a Kocsányi tanár úr függőlegesen, függőleges tengely körül vagy jobbra, vagy balra forogni. Most meg akarok még mutatni, tehát tartsd egy kicsit még. Most kezd jól lenni. Még egyet.
tartsad így, kérlek, és akkor azt nézzék meg, hogy én hirtelen a Kocsányi tanárat megfordítom, akkor ez az izgalmas, hogy a kezéből... Ki akar röpülni? Hogy el akar fordulni. Ugye függőleges komponenst akarok neki adni. Köszönöm, elengedheted. Engedd el. Függőleges komponenst akarok neki adni, abban a pillanatban a kezében ez a pörgő rész elkezd tekeredni. Tehát ez oda-vissza... Szabályosan ki akarta rántani. Oda-vissza... Ez a kísérlet, ez működik, tehát hogyha ezt én ebből a síkából így el akarom forgatni, ugye, mert ez történik, akkor vagy ebbe az irányba fog pörögni, függően attól, hogy hogyan akarom megváltoztatni a biciklikerégnek a perdületét. Gondoljanak utána, hogy amikor itt ült a Kocsányi tanár úr, perdület ebbe az irányba mutatott, amikor én elfordítom ide, akkor az egy perdületváltás jelent, és ez lesz az, amikor a vízszintesből kifordítani akarja a kezét. Tehát neki ellene kell szegülni, hogy az vízszintes maradjon. Világos, ugye? Jó. A következőkben egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, ami a pörgetjükhöz való átvezetés lesz. Itt van egy biciklikerék, már beszéltünk róla, tudják, itt az alján, vagy itt a gumi alatt rengeteg fémdrót van, azért, hogy a perdülete tehetetlenségi nyomatéka nagy legyen, és hogyha én ezt a madzagorra is fölhívnám a figyelmet, ez a madzag ezen a ponton van átfúrva, átfűzve, ha én ezt megemelem, akkor ez ezt a mozdulatot fogja végezni, vagyis itt van a biciklekeréknek az eredő tömegközéppontja, a tömegközéppontjától valamekkora távolságra van ez fölfüggesztve, amikor én ezt megemelem, akkor az itt ébredő súlyerő és az itt ébredő emelőerő az ugye nem ugyanabban a hatásvonalban van, ezért egy forgató nyomaték addig fogja forgatni ezt a biciklikereket, míg a tömegközéppont ezen vonalban nem lesz valahol az alátámasztás, vagy a fölfüggesztés alatt. Ugye ez világos? Tehát ez azt jelenti, hogy egy nyomaték fog ébredni, amikor ezt én így megemelem. Ez a nyomaték, ha megnézik, itt van a súlyerő lefelé, ez a távolság. Ha megnézik, akkor abba az irányba mutató, ebből a pontból abba az irányba mutató nyomatékot jelent. Egy olyan irányú vektort. Na most figyeljék meg, ha én ezt megpörgetem, ezt a biciklikereket, akkor ennek a biciklikeréknek adunk egy perdületet, amit emlékezzenek, hogy abba az irányba mutat. Ha én ezt fölfüggesztem erre a madzagra, akkor viszont azt tapasztalom, hogy nem lebillen, hanem valami furcsa mozgásnak kezd hozzá, ezt precesszálásnak hívják ezt a mozgást, és tulajdonképpen, ha nagyon akarjuk, akkor meg is magyarázhatjuk, hogy miről van itt szó. Két vektort, amit biztosan ismerünk, az egyik a nyomaték, a másik a perdület. Ugye a kettő, az kifeszít egy síkot. Ebben a kísérletben úgy állítottuk be, hogy éppen merőleges legyen ez a kettő egymással, és azt vettük észre, hogy ez a két vektor által kifeszített síkban arra merőlegesen elkezd forogni a biciklikerék a precesszálás során, ugye így szép lassan így járja körbe. Na most tulajdonképpen a perdület megmaradásról beszélünk, hogyha meg akarjuk változtatni a perdületet, mégpedig ez a nyomaték lesz az, amelyik meg akarja változtatni a perdület irányát, akkor ez nem lebillenni fog, hanem szép lassan körbe-körbe precesszálni fog. Hogy ez pontosan hogy történik, a következő kísérletből meg fogjuk érteni. Tehát, itt van egy tengely, ebbe a tengelybe a vége ilyen gömbi kiképzésű, tehát itt egy gömb alakú üreg van. Ebbe a gömbi kiképzésű üregbe be fogunk tudni tenni egy ilyen tű kiképzésű másik tengelyt, tehát ez itt ez a találkozásuk. Erre a tengelyre viszont tudunk rögzíteni egy testet. Jelen pillanatban nekünk csak az fontos, tehát a mostani legközelebbi kísérletben csak az fontos, hogy ennek a tengelynek nagyon széles tág határok között tudjuk változtatni a helyét. Vagyis a tűnek a végét, amit ott látnak, azt nagyon széles
tartományban tudjuk változtatni. Azt kell mondjam, hogyha valaki ezt a bonyolult alakzatot elkezdené elemezni, és kíváncsiak lennénk, hogy hol van a tömegközéppont, hát akkor világosan látszik, hogy a szimmetria miatt ebben a tengelyben, és hogy pontosan milyen magasan, az most per pillanat számunkra, jelen pillanatban most még nem annyira izgalmas, de meg tudjuk határozni. Nézzék meg, hogyha fogom ezt a szerkezetet ide fölrakom, akkor ez itt nyugalomban van. Ha nyugalmából kitérítem, akkor azt is lehet látni, hogy egy periodikus mozgást fog végezni, ez egy úgynevezett fizikai inga. Ugye a matematika inga egy madzag, és annak a végén van egy tömegpont, és azt kitérítjük, és az lengéseket fog végezni. Itt egy kiterjedt testünk van, a kiterjedt testünknek a tömegközéppontja az, ami izgalmas, és ez a tömegközéppont jelen esetben az alátámasztási pont, ugye ennek a tű alakú laborpálcának a végétől lejjebb van. Honnan tudom, hogy lejjebb van? Hát, hogyha meggondolják, e körül a tű alakú pálcának a végét körül fogjuk tudni mozgatni, amikor én ezt kitérítem ebbe az irányba, akkor én azt érzem a kezemmel, hogy egyre nehezebb és nehezebb lefelé nyomni, ha úgy tetszik, akkor azt is meg tudjuk mutatni, hogy én idehozok egy madzagot, így, és akkor ezt ebbe az irányba így elhúzom, akkor ugye érezzük, hogyha elengedem, akkor ugye a kitérítéshez erőre van szükség, és hogyha magára hagyjuk ezt a szerkezetet, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az eredeti állapotából, ahonnan kimozgattuk, oda akar visszatérni. Vagyis, amikor én ezt így megmozdítom, a tömegközéppontja, ennek minden pontja egy körpályán mozog, a tömegközéppontja az emelkedni fog. Akár ebbe az irányba húzom, akár ebbe az irányba húzom. Ezt gondolom teljesen világos. Vagyis, az alátámasztási pont alatt van a tömegközéppont, amikor én elkezdem mozgatni, akkor ő emelkedni fog. Ha magára adjuk, akkor pedig ugye minden az energia minimumra törekszik, ennek eredményeként a lengések lecsillapodása után egy függőleges tengelyben fog megállapodni. Ha most azt nézzük, hogy nézzék meg, itt van egy vonal. Ezt érdemes ide közelhajolni egy picit, megnézni ezt a vonalat. Ez a vonal, hogyha ide betesszük, akkor pontosan a tömegközéppont és az alátámasztási pont egy helyre kerül. Ezt nekünk bemutatóknak alkották meg. Tehát, hogyha én most egy kicsit sűlyeztem, nézzék meg, kitérítem, és akkor meg lehet mondani, hogy a lengésnek a periódus ideje viszonylag kicsi. Tehát most a lengés szaporasága nagy. Ha elkezdem emelni, akkor a lengés lomhábbá válik, és még lomhábbá válik. Látják? Tehát ugyanannyi idő alatt lényegesen kevesebbet fog lengeni. Azt is mondhatjuk, hogyha erőmérővel neki látnánk, és megnéznénk, hogy abban az esetben, amikor ez a kitérés, vagy a lengés ilyen lomha, akkor nagyon pici nyerő segítségével tudjuk kitéríteni ugyanakkor a szögbe, míg hogyha lejjebb engedem, és akkor itt ugye szaporább lesz a lengés, akkor itt ugyanakkor a szögkitéréshez nagyobb erő fog tartozni. Vagyis ez azt jelenti, ezért is akarok ennyit beszélni róla, hogyha én itt ezen a ponton akarom tartani, akkor egy megadott erő, ha úgy tetszik, egy megadott nyomaték lesz az, amelyik egyensúlyba tudom tartani. Ha elengedem, akkor ez lengéseket fog végezni. Abban az esetben, hogyha ezt megemelem úgy, hogy legyen a tömegközéppont és az alátámasztási pont egy pont, akkor úgynevezett közömbös helyzetet tudunk létrehozni, bármelyik állapotában ott fog maradni. Nézzék meg, itt is ott marad, bármelyik állapotában. Így. Abban az esetben, hogyha még tovább emeljük, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogyha magára hagyom ezt a testet, akkor fogja magát és önmagától lebillen. Tehát akkor két dolgot tanultunk meg, ugye önmagától lebillen, amint látják. Azt, hogy mennyire gyorsan fog lebillenni, az pedig attól függ, hogy mennyire emeltem föl e pont fölé.
Jó. Tehát abban az esetben, hogyha ezt itt meg akarom tartani ebben a szögben, akkor nekem folyamatosan egy erőt kell kifejtenem, hogy itt maradjon, de ha elengedem, akkor ez éppen leborul lenni szeretne. Tehát az egyik esetben egy stabilizáló erőről van szó, a másik esetben egy olyan erő, amelyik még jobban le akarja billenteni. Ennek megfelelően ennek a fizikai ingának három helyzetét fogjuk megkülönböztetni. Az első helyzet a stabilis helyzet, amikor kitérítem, és a nyugalmi helyzetébe fog visszakerülni a lengések lecsillapodása után. Van egy labilis helyzet, abban az esetben, hogyha kitérítem és magára hagyom, akkor önmagától le akar borulni erről a helyről, tehát addig mozogna, ameddig az alátámasztási pont az valahogy ebbe az állapotba kerülne, de ezt nem csináljuk meg, mert az eszköz túl drága ahhoz, hogy ilyeneket kísérletezzünk. És abban az esetben, hogyha a kettőnek a határát veszük, tehát a stabil helyzetnek és a labilis helyzetnek a határát veszük, abban az esetben elmondhatjuk, hogy egy közömbös helyzetet állítottunk elő, ott megtartja a test azt a helyzetet, amiben hagyjuk. No, akkor mindez azért kellett, hogy a következő kísérletet, amikor ezt az eszközt meg is fogjuk forgatni, akkor jól értsék, hogy mi történik. Tehát, most a bicikli kereket, vagy ezt a pörgetyűt én forgásba hozom. Így. Betesszük ebbe a helyzetbe, és függőleg, hoppá, bocsánat, ez sikerült egy kicsit lazábbra húzni, így, kezdjük előről. Betesszük ebbe a helyzetbe, a stabilis helyzetébe, így, függőlegesbe. Én most fogom oldalirányba kitérítem, így, és elengedem. És nézzék meg, a bicikli kerekünk elkezd precesszálni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ez a tengely, a körül a pont körül, az alátámasztási pont körül, úgy mozog, hogy minden pontja egy kúbfelületet súrol. Azt, hogy ennek a kúbfelület körbejárásának mekkora a szögsebessége, azt fogjuk megnézni. Először ehhez az állapothoz képest engedjük lejjebb, tehát most lejjebb tettem, és figyeljék meg, a precesszálás szögsebessége az előzőhöz képest nagyobb lett. Tehát egy kört sokkal lassabban fog, vagy gyorsabban fog leírni. Így. Abban az esetben, hogyha emeljük a tömegközéppontot, a tömegközéppontot az alátámasztási ponthoz közelítjük, kitérítem, megint csak ugyanakkor a szögre, akkor nézzék meg, amíg egy kört megtesz ennek a testnek a vége, akkor az alatt sokkal több idő telik el. Tehát ez azt jelenti, hogy most a szögsebessége, a precesszálásnak a szögsebessége lényegesen lassabb lett. Kisebb lett, lassabb lett a mozgás. Ha megvárom, míg az egy teljes kör létrejön, különben büdös életben nem érik, 45 percig nem tartana a kísérlet. Na most, nézzék meg, hogy itt van ez a pont, ahol a stabilis helyzetből labilissá válik. Most én átemelem a másik irányba, így, magára hagyom, és megint csak precesszál a bicikli kerekünk, vagy a pörgetjünk, csak most éppen fölülről nézve a körbejárás iránya másmilyen lett. Hát ugye most azt kell mondjam, hogy a kísérletet az ember meg akarja érteni, akkor most már látjuk azt, hiszen az elején tudtuk abba, hogy amikor nyugalmi helyzetéből innen kitettük, akkor volt egy visszatérítő nyomaték. Ez a visszatérítő nyomaték ezt a tengelyt függőleges irányba akarja tenni. Nézzék meg, íme itt van ez a visszatérítő nyomatéknak a hatása. Túllendül és egy lengés alakul ki. Abban az esetben a bicikli kerekünk forog, akkor ez szépen fogja magát és egy ilyen precesszáló mozgást fog végezni. Abban az esetben, hogyha a nyomatékunk ellentétes irányú, tehát túlemelem rajta,
és ebbe az irányba akarna tovább mozogni, a precesszálás iránya meg fog változni, épp ellenkező irányára. Világos, ugye? Most jön az, hogy megkeressük azt a pontot, amikor a biciklikerekünk amennyire csak lehet találjuk meg a közömbös állapotot. Így nézzék meg, hogy egészen jó. Hát természetesen nem egyszerű megtalálni ezt, de ezt ma elfogadjuk ilyennek. Ebben az esetben ember megpörgeti. Behelyezzük ide. És ebben az esetben kitérítem a biciklikereket, és amint látják, nincs precesszálás. Nincs visszatérítő nyomaték, vagy kitérítő nyomaték, nem hat nyomaték erre a forgó testre, nincs precesszálás. Ez azt is jelenti, hogy az így módon működő pörgetjüket lehet használni olyan helyeken, ahol iránytűvel nem tudunk segíteni. Gondolják meg, hogy van egy repülő, a repülőgépen világosan látja mindenki, hogy ha berakunk ferromágneses anyagokat, akkor az iránytűről le kell mondjunk. Világos, nem? Na most arról viszont nem akarunk lemondani, most azért, hogy a történetiséget is mondjam, még a GPS korszak előtt vagyunk. Tehát még GPS nincs, ugyanakkor tájékozódni kell, és tulajdonképpen a megoldás az, hogy egy pörgetyűt fogunk megpörgetni, és ez fogja adni a műhorizontot. Ez fogja adni a műhorizontot. A honlapomon van egy film. Az a címe, hogy Tehetetlenségi erők. Az a kérésem, hogy nézzétek meg, ennek a elmondandónak van egy kiegészítendő része. Az is izgalmas, hogyha ezeket a műhorizontokat az ember fölpörgeti, és forog a Föld, akkor még megteszi ezt a műhorizontot, hogy be fog állni észak-dél irányba, hogy pontosan miért ezt a filmből meg fogjátok tudni. Ott van egy nagyon jó, meglepően bonyolult kísérlet, amit itt most nem fogunk tudni bemutatni, de mindenképpen érdemes ezt a dolgot megnéznetek. Ami még izgalmas, hogy a figyelmesebb nézők, mármint közületek, akik figyelmesebben nézték a kísérletet, észrevehettek egy másik mozgást is. Ezt a másik mozgást még szeretném megmutatni. Beállítjuk ezt a biciklikereket függőlegesbe, és most azt fogom tenni, hogy az ujjammal egy ilyen impulzusszerűen meglököm. Így. És nézzétek meg, az egyébként semleges állapotban levő biciklikerék ugyancsak egy kúp felületen jár, de ez a kúp felületen járás sokkal-sokkal gyorsabb, mint amit eddig láttunk, a precessziót. Hogy emlékezzetek, a precessziót, hogyha meg akarja az ember mutatni, akkor itt van a precesszió. Sőt, mi több, azt is meg lehet mutatni, hogy ezt itt megütöm, akkor ez a két mozgás együtt megy. Ugye az egyik kúpfelület, az a tágasabb, és egy kisebb kúpfelület, amin a lengés szaporassága sokkal gyorsabb. Ez utóbbit, amit most kimondottan emiatt tértünk vissza, ezt nutációnak hívják. És a nutáció az úgy jön létre, hogy fogja az ember, és ezt így megüti, és ebben az esetben a nutáció alakul ki. Abban az esetben, ha egyenletes nyomatékat, akkor precesszálni fog. Na most ez a nutáció, ez hol jöhet elő, és mitől lesz izgalmas? Gondoljanak utána, hogy a Földünk az egy forgótest. Ha ebben a forgótestbe becsapódik valamilyen objektum, akkor ettől az objektum becsapódásától a Föld nutálhat, tehát egy nutáció alakulhat ki, és ha valaki megnézi azt, hogy a történelemben pár ezer évvel ezelőtt az ókori Egyiptom idejében úgy építették meg a piramisokat, hogy a piramisok egyik csúcsa pontosan az északi sarkcsillag felé álljon, az akkori állapot szerint, ma már nem oda mutat. Ez egyértelműen a nutációnak a következménye, és hát az, hogy a Földünkben különböző méretű objektumok becsapódtak, ezt gondolom el tudják képzelni. Ha más nem akkor, amikor a dinók kihaltak. Akkor is volt egy szép nagy becsapódás, de nem az volt az egyetlen, ami ezt az egészet okozta.
Amit szeretnék még megmutatni, a következő. Ugye mindenki emlékszik arra a kísérletre, amikor ezt a bicikli kereket én fölfüggesztettem, és ez a bicikli kerék, ez precesszált. Így. Erre mindenki emlékszik, ugye? Nagyon izgalmas dolgot szeretnék közölni önökkel, hogyha történetesen a bicikli kereket nem akarnám én fölfüggeszteni, hanem az lenne a feladat, hogy a két lábammal a földön állva ebből az állapotából, ebből az állapotából így fordítsam el, akkor ugye az nagyon különbözne attól, amit a Kocsányi tanár úr csinált a Forgózsámolyba, hiszen ott szabadon tudott egy függőleges tenger körül forogni. Nagyon különbözik attól is, amikor egy biciklikerék egy madzagon lógott, hiszen ott is a szabadsági foka sokkal nagyobb volt. Na most, hogyha megpörgetem, és az a feladat, hogy ezt így forgassuk át, így, ilyen gyorsan, nem tudom mennyire világos ez, akkor ugye azt érezni lehet, meg hallani is lehet, hogy sisteregnek itt benne a drótok, próbálnak átrendeződni. Ez azt jelenti, hogy amikor én el akarom fordítani, akkor egy nyomatékot kell kifejtenem, és ez a nyomaték lesz az, amelyik majd segít ezt megfelelő módon átforgatni. De, és most jön az izgalmas dolog. Akkor, amikor az ember fogja magát és szeretni ebből az állapotból, ebbe az állapotba átforgatni, akkor miközben nem forog a biciklikerék, egyszerű a dolog, az egyik kezével az ember nyomja lefelé, a másik kezével pedig emeli. Ez gondolom világos, illetve a másik irányba akarja forgatni, akkor föl kell cserélni a kezének a szerepeit. Igen ám, és ezt majd az előadás végén kipróbálhatják, kipróbáltjátok, itt egy másik erőről van szó, másik irányról van szó. Ugyanis amikor én ezt ebbe az irányba akarom így eltenni, akkor ez a biciklikerék ebbe az irányba, vagy ebbe az irányba akarna mozogni. Vagyis amikor az ember avval az erővel próbálkozna, vagy avval az erőpárral próbálkozna, amiben nyugalmi állapotában kell, forgás nélkül, akkor furcsa érzés jön. Ha valaki rövidújúban kísérletezik, innen eltűnik a bőr, ha ruhában van, akkor leszakad a ruha. Mert a biciklikerék így nekiszorul, és nyusz. Ehelyett akkor fog az ember jól járni, hogyha ezzel a kezével abba az irányba tolja, a másikkal meg húzza. Tehát ezt a mozdulatot kell erőltetni, és akkor fog így forogni. Ezt majd kipróbáljátok, ha van kedvetek. Egy dolgot szeretnék elmondani, kötszer és egyéb dolog, nem tudom, hogy hol van legközelebb. Tehát próbáljátok élni a szukcesszív approximáció módszerével, hogy óvatosan próbálkoztok egyre nagyobb erővel vagy nyomatékkal, és abban az esetben megérzitek, hogy mégis mire kell odafigyelni. Végül, de nem utolsó sorban, ha már ilyen erőkről és egyebekről volt szó, akkor szeretnék megmutatni egy alkalmazást. Ez az alkalmazás, ez egy játék is. Ha valaki megkérdezni, ez pontosan micsoda, van egy ilyen a marokba egészen jó belestimmelő golyó, íme itt van, és ebben a golyóban belül van egy szerkezet. Ez a szerkezet akkor érthető meg, ha szétszedjük ezt a golyót, és akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy van ebben a golyóban egy másik golyó, ami egy tengely körül tud forogni. Ezt tesszük bele ide. Ez pedig e körül a tengely körül tud forogni. Tehát ez így is tud forogni, ez meg így tud forogni. Világos? Ha ezt szépen lezárjuk, ugye ez a gumi, ez csak azért van, hogy valami esztétikája legyen, meg ne csúszson ki könnyen az ember kezéből, akkor ez itt van bezárva, erre rátesszük a gumit, és akkor itt van ez az eszköz. Na, tehát akkor az a feladat, látjátok, hogy van ez a kis lyuk, ezen a lyukon keresztül ez a belső forgó részhez hozzá lehet férni, és az a kérdés, hogy mekkora fordulatszámra tudja az ember saját magától a legnagyobb fordulatra fölpörgetni. Világos, tehát látjátok, ennyi hely van itt neki. És persze, amit lehet használni, az itt bent lévő tudás. Világos, amit mondok, ugye? Amit szeretnék mondani, természetesen a fizikai törvényszerűségek közül van egy-kettő, amik nagyon szépen
oda-vissza, igaz, szimmetrikusan. Tehát, hogyha most végiggondoltátok, akkor a következő részen, amit megmutatok, nem fog senki csodálkozni. Hát ugye, hogy mekkora fordulatszámra lehet fölpörgetni, és hogy használhatja az ember a fejét is, akkor nagyon egyszer dolga van, mert akkor úgy fogja, és így a fejével így elkezd így forgatni, és egyre nagyobb fordulatszámmal megy, de hát a hatása nem túl nagy. Viszont, hogyha az ember így egy kicsit megpörgeti, halljátok a zajt, és elkezdem a kezemmel precesszáltatni. Kell egy kis idő, elkezd forogni. Amikor új volt ez az eszköz, akkor 10 000 fordulatra percenként föl lehetett gyorsítani. Láttátok, ugye? Nem adtam el az ördögnek a lelkem, csak a fizika törvényeit tanulmányoztam. Így tudom elérni. Tehát ez azt jelenti nagyjából és hozzávetőleg, hogyha belegondoltok, a biciklikerék nagyon jól mutatja mindezt. Amikor az ember fölfüggeszti madzagon, elkezd precesszálni. Ha ezzel a precesszálással a sebességét mi magunk precesszáltatjuk, akkor ez a fordulatszám ez növekedni fog. Ilyen egyszerű a dolog. Természetesen az kell hozzá, az nagyon kell hozzá, hogy ez a rész, ez nagyon jól van csapágyazva, ez a mozgás, ez pedig egy kicsit csúrlódik. Lehet hallani is, ugye ez kell. Egyébként ennek az eszköznek, ha kérdezték, hogy ez micsoda, az van ráírva, hogy Pocket Fitness Center. Nézzétek, oda rá van írva. Pocket Fitness Center, ami azt jelenti, tessenek végig gondolni, hogy amikor ebből az állapotából elindulok, alacsony a fordulatszám, elkezdem a kezemmel precesszáltatni, tehát nem így mozgatom, hanem a csukló az ember így áll, és akkor egy Q-felületen mozgatom, akkor ennek eredményeként a fordulatszáma növekszik. Ha úgy tetszik, a forgási energiája növekszik, azt jelenti, hogy mi dolgoztunk meg érte. Tehát ez a Pocket Fitness Centerben a dolog. Ez a kisgyereknek is jó a családban, a férfi embernek is, meg a kettő között erőállapotban ott levő hölgyeknek is. Tehát ezért mondják, hogy Pocket Fitness Center. Ugyanis aki gyöngébb, az alacsony végfordulatszámra tudja föltenni. Köszönöm a figyelmet!